Köszöntöm a Pécsi Körnézőit, jazz, fény, színház és tehetségkutató. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az egyik legjobb magyar rockgitáros, egy elismert jazzzenész és egy klasszikus bőgős. E furcsa összeállítású trió adott koncertet nemrég Pécsett a Zsolnai negyedben, a Metronom Jazz Club programjainak keretében. Nézzünk bele a koncertbe! Az Union Trio tagjai különböző utakon jártak az elmúlt 20 évben, azonban mindannyian játszottak már egymással, csak így trióban még nem, illetve mindössze 1 éve kezdték ezt a formációt. A rockgitáros Alap István, a jazzdobos Balázs Elemér és a klasszikus bőgős Barca Horváth József. Annyi persze igaz, hogy a Pisti ő jobban ismert a rock zene világából. Mi a Zselemére kicsit ismertebbek vagyunk a jazz világából, én korábban klasszikus zenészként is működtem, tehát persze vannak ilyen dolgok, de azért sokszor keresztettük már azért egymás útját, mert játszottam én is már a Pistivel, Elemére sokat együtt, Elemére is játszott már a Pistivel, itt ott, tehát ezek voltak, de így együtt hárman, ez ugye a Kis Zoli, a Hagyma, önnem van az Anyan név is. Igen, ő a zenekaroknak a szállítója, és minket is ő szokott eljuttatni, például ide Pécsre is ő juttatott el minket. Úgyhogy ő hozta össze ezt a formációt, ő álmodta meg, és így jöttünk össze. A pandémia a legnehezebb időszak közepette jött az ötlet, hogy akkor csináljuk, és akkor úgy elkezdtünk egyet-kettet próbálni, és amikor már lehetett játszogatni egy kicsit, volt egy olyan időszak, a második hullám után, akkor játszottunk egy-két koncertet, és az nagyon jól sikerült, és akkor döntöttük úgy, hogy akkor ennek legyen folytatás egy hosszabb turné keretén belül, sőt, tervezzük, hogy legyen lemez is, tehát ez egy nagyon, nagyon hosszú távú dolog lesz, remélem, mert jól érezzük magunkat így együtt. Anélkül, hogy most itt fényezném a dolgot, tényleg nagyon jó fogadtatása volt mindenhol, talán 4-szer vagy 5-ször játszottunk eddig. Igen. Talán összesen, és hát ez azért most indul el. És most azért jó, mert csak ebben a hónapban 7-8 koncertünk van, ami bármilyen ilyenfajta, mondjuk úgy, hogy réteg műfajban ritkaságnak számít a mai világban, főképpen, hogy egy hónap alatt ennyi koncertre minden héten játszunk 2-t, vagy nem tudom. Igen. Ez nagyon jó dolog, nagyon, nagyon örülünk. Amikor felmerült a trió ötlete, összeültek és kitalálták, milyen repertoárral is kellene majd előállniuk. Mostanra kialakult egy koncertműsor, amit játszanak is egy ideje. Mindennyien hoztunk két számot, és néhány klasszikust, Csikorától hoztunk 2 számot, Pat Metheny-től hoztunk számot. Tehát 1-2 olyan számot, amit szeretünk, és a közönség is szeret, mondjuk így, hogy standardeket, és hoztunk saját számokat. Ebből kialakult egy repertoár, amit most játszunk, amit ezeken az elmúlt koncerteken játszottunk, és most a hónapban ezeket fogjuk bemutatni, de most folyamatosan készítünk elő egy új repertoárt, mert úgy alakult, hogy egy lemez készítésbe fogunk belefogni, mert érkezett egy ilyen felkérés, hogy ebbe támogatnának minket, és ehhez egy új repertoárt fogunk kialakítani, ez most így ez alatt a 1 hónap alatt, amíg ezt a mondjuk turnét csináljuk, ezzel lett ezt a repertoárt közben elkezdjük
feltölteni a mostani repertoárt, kiváltani ezzel az újjal. A három különböző zenei stílusba jártas profi muzsikus egyéni stílusa megmutatkozik saját szerzeményei kapcsán. Lehet érezni azt, hogy a szerző többségében milyen irányba gondolkodik, ez természetes. De egyébként a dalok végső hangulatának, meg végső megjelenésének a kialakítása az úgyis három emberen múlik, tehát mindenki beleteszi a saját gondolatait, a saját játékmódját. És azt gondolom, hogy pont ez, vagy éppen ez az az egy szerencsés dolog, amitől esélyes, hogy kialakuljon ennek a triónak egy olyan hangulata, meg egy olyan képe, ami csak erre jellemző. Tehát nem lesz majd 3-4 másik hasonló az országban. És szerintem az a fontos mindig egy megalakuló zenekarnál, én nagyon sok zenét hallgatok, mindenfélét, és rengeteg olyan van, hogy nagyon jó zenészeket hallok, de nem hallok egyedi hangú produkciókat túl sokat, hanem minden, és a rengeteg egyfélét. Nyilván itt egy zeneszerzői metódusról beszélünk, mind a kettő létező, de ez attól függ, hogy az ember éppen, mert az is egy működő metódus, hogy az ember nekiül, ír egy számot, és nem gondol arra, hogy ezt majd most ki fogja játszani, hogy fogja játszani, megírja, megvan a dal, és akkor utána, amikor elmegy az ember a próbára, és akkor elkezdjük kitalálni, hogy hát akkor te játszod ezt a szólamot, te meg majd ezt a szólamot, és akkor így, mondjuk így elossza a zenekar tagjai között, hogy kinek mi lesz a játszani valója, meg egymás között megbeszéljük, ez is egy metódus. Van egy olyan metódus, amikor az ember írja a számot, és már akkor gondol arra, hogy na hát ezt majd a Pisti fogja játszani, és akkor én majd hozzá ezt játszom, most így nagyon leegyszerűsítve a folyamatot. Tehát ez is egy létező metódus, szerintem. Hát most még kialakuló félben vannak a nóták, én azt hiszem, hogy amit hozni fogok abba én már próbálom azt előre gondolni, hogy erre a zenekarra szabni. De mondom, az is egy járható út, hogy az ember ezt még a íráskor nem veszi figyelembe, hanem utána hozzáalakítja a zenekarhoz a számot. Teljesen jogos, én még csak annyit mondani kell, hogy nekünk az a mottónk, vagy azt gondolom, hogy minden zenét szerető zenésznek, jó zenésznek az a alapvető elve, hogy mindent el lehet játszani jól, mindent el lehet játszani jól, csak az a lényeg, hogy hogy állsz hozzá. És nálunk pont ez az egyik legnagyobb dolog, hogy gyakorlatilag, ha ő hoz egy szerzeményt, akkor mi ugyanúgy állunk hozzá, hogy ő hozzáll a mi szerzeményünkhöz, és ettől tud ez ilyen jól működni. Tervei között szerepel egy olyan lemez elkészítése, amelyen zömében saját számaikat játsszák, sőt arra törekednek, hogy csak saját szerzeményeket alakítsanak ki az Union Trióra a közeljövőben. Íris címmel nyílt meg az Emlékezés formái című installációsorozat utolsó állomása Pécsett. Nagy András művét az M21 galériában láthatják az érdeklődők. A következő percekben megismerkedünk az alkotóval és művével. Az Emlékezés formái című installációsorozat az utolsó állomásához érkezett. A Dorján Zalán, Nagy András, Terkár Róbert, azaz a frissen Eozin névre keresztelt alkotócsoport munkáját március 5-től tekinthetik meg a látogatók az M21 galériában. Tanulmányaim során rajzzal foglalkoztam és médiaművészettel, majd hangtechnika irányába kezdtem el elindulni, és 2012-ben láttam életem első fényalkotását, ami annyira nagy hatással volt rám, hogy eldöntöttem, hogy ezt az irányt fogom választani. Mert hogy ebben a műfajban megtalálható
minden, ami engem érdekel, a hangtól és a fénytől kezdve a programozáson keresztül az építkezés, mármint installálásig. És hát nincs azóta se két ugyanolyan projektem. Minden egyes munkám szinte teljesen különbözik egymástól, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy az én munkám az élő animáció készítés és a valós időben való vezérlés körül összpontosul. De mi is az az élő animáció? Valójában ezt a számítás technika kezdetétől kéne kezdenünk, hiszen a számítógépek azok kezdetben a 3D-s animációkhoz nem volt elegendő hardware teljesítményük, és emiatt nagyon sokat kellett várakozni egy-egy animáció vagy számítás elvégzéséhez. Majd jött egy szoftver, amit úgy hívnak, hogy Touch Designer, és én véletlenül pont ebben nyúltam bele, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel, ami valós időben képes videókártyára illesztett számításokkal és bonyolult optimalizálásokkal élőben lehetővé tenni azt, hogy komplex animációkat tervezzünk és módosítsunk, akár audioreaktívan, és ez így egy hasonló eszköz számomra, mint egy festőnek a festék vagy egy ecset, hogy ugye nem szeretünk, milyen fura lenne, hogyha egy festő beállna a vászna elé, húzna egy vonást, és egy perc múlva jelenne csak meg, tönkreteszi az egész alkotói folyamatot. Minden alkalommal, amikor lejátszódik ez az animáció, egy kicsit másként néz ki. Ez részben a tükröknek is köszönhető, hiszen a légáramlatok és a lógatott tükrök azok folyamatosan más-más pozícióba állnak. Azáltal, hogy egy néző belép a térbe, már változik a lézerek iránya, egyszerűen kis fuvallatokat okoz a térben, és ezáltal egy kicsit kaotikus ez az installáció, de egyszerre vezérelt is, hiszen egy kinetikus rendszert fejlesztettünk hozzá, aminek változása kontrollált. Tehát ez bővebben kitérve, hogyha arra gondolunk, hogy egy színház vagy egy film közti különbség az valójában annyi, hogy a színházban élő képet látunk, ami ugye megismételhetetlen a maga módján, míg egy filmben egy előre felvett többszöri alkalommal is megismételhető jelenetet látunk. Az installáció az Iris címet kapta. A tükörgömbünk, ami a központi eleme az installációnak, az egy foncsorozott búra, és ezen keresztül a lézernyalábok egy ilyen kromatikus aberráció, vagy kromatikus disperzió által a fényt azt külön fokokba töri meg. Ezáltal, hogyha én egy fehér fényt vetitek a gömbre, annak a tükröződése a földön, az szétbomlik hasonlóképpen, mint egy szivárványhártya. Valójában ez csak egy ilyen metaforája ennek a jelenségnek. De meg tudom mutatni majd, hogy tényleg olyan szerkezete lesz valahogy a tükörről lepattanó fényeknek a földön és a falon, mint hogyha a szemünkbe néznénk bele. Az Emlékezés formái 2 című kiállítás installációi március 27-ig látogathatók Pécsett az M21 galériában. Werther és a farkas. Ezzel a címmel láthat a közönség egy új előadást a Pécsi Janus Egyetemi Színházban. Goethe műve alapján Tóth András Ernő írta és rendezte a darabot, melynek cselekménye, sőt címszereplője sem hasonlít egy megszokott színműhöz. Lalóba úrnő utolsó üzenete Pierre Vidal trubadúrhoz, hogy az egyszerű népnyelvén enkezével írta a szalonképes változat. Eredj, kedves kis szerelmes lovag, kövesd az udvarlós protokoll. Svadonomban érezd jól magad, ne félj, ha éjjel kudik rikolt. Húzd
fel a hím farkas bőrét kedvemért, a meszhez gyártsál karmokat szögekből. Werther és a farkas címmel tartott új bemutatót a Pécsi Janus Egyetemi Színház. A darabot Tóth András Ernő rendezésében láthatja a közönség. A Goethe műve alapján írt 8 szereplős előadás egy nem mindennapi színmű. Az ifjú Werther szenvedései, vagy a Werther szerelme és halála, az egy Goethe regény, egy levélregény, ami azt jelenti, hogy úgy van megírva, hogy amiket a Werther írt leveleket egy képzeletbeli barátjának, vagy nem a barát igazi, csak a történet szempontjából, a Wilhelmnek, úgy van elmesélve a regény. Tehát csak a Werther nézőpontját ismerjük, illetve a Wilhelm válaszaiból tudunk meg dolgokat. És ez a regény formája, a történet pedig annyi, hogy Werther egy ilyen nagyon megértetlen művészlélek, akinek van egy blokkja, és nem tud éppen alkotni, rajzolva egyébként, és ezért így vidékre költözik, barátai tanácsára, meg a családjáira, és ott beleszeret egy nőbe, akinek már nem férje van, hanem jegyese van, és hát a kor miatt meg minden, ugye ez lehetetlen, hogy ők összejöjjenek, és azt nem is tudjuk, hogy ez a nő szerelmes-e belé, meg hogy a férjébe szerelmes egyáltalán, de a lényeg, hogy a Werther halálosan szerelmes lesz belé, de nem kaphatja meg, és nem tudja magát túltenni ezen a problémán, és végül végez magával. Mivel egy levélregény feldolgozásáról beszélünk, korán sem hasonlít a cselekmény más színpadi darabokhoz. Menni vagy nem menni, de nem tudtam nem kimutatni, hogy mennyire szereti. Ezt végül is el is vártam tőle, hiszen Lotte... Ugyanakkor úgy gondolta, hogy Lotte-nak melletted boldog élete lehet. Albert rendszeretet és ügyintéző szorgalom dolgában verhetetlen, biztosan takaros jövedelmi hivatal kap a választ. Álljon meg a menet! Nem sok minden történik a regényben. A legtöbb levél arról szól, hogy a Werther mit érez. És hát ő rengeteg mindent érez egyébként, leginkább negatív dolgokat, nagyon sokat sír egyébként a regényben, szinte máshogy csinál, de általában csak meglátom, hogy elérzékenyül és azért. És ezért nem sok minden történik. Ami történik, azt megmutatjuk a darabban, mert van például egy ilyen bál a Lottéknél, ahol van egy vihar, ami egy ilyen fontos jelenet, meg még van egy nagyon fontos beszélgetés a Werther és a Lotte jegyese az Albert között, ami így az öngyilkosságról, meg az ő pisztolyéről szól, és ezek benne vannak, de ezen kívül a keret, amiben a történet zajlik, az az, hogy mi, mint színészek beszélünk arról, hogy ezt el akarjuk játszani, és hogyan lehet megfogni, honnan lehet megközelíteni, milyen aspektusai vannak, és ezeket mutatjuk meg, és akkor bizonyos pontokban pedig be van fűzve maga a történet. Ágnes, tartózkodom. Mit csináljam? Oké, aki szerint a szenvedélyes, vagy szerelem a fontos? Ágnes, tartózkodom. Miért? Mit csinál? Haber Krisztián játssza a címszereplőt, azonban itt is, akár csak a cselekmény esetében, bonyolult a karaktere. Egyrészt azért is, mert ugye én technikailag nem Werthert játszom, hanem Wilhelmet, akinek a leveleket írta, és Wilhelm, mivel ő tudja, hogy Werther mit érzett, mert neki írta meg a leveleket, ezért aztán Wilhelm alakítja Werthert. És azért egy ilyen furcsa, van rajta egy ilyen furcsa extra réteg, amit igazából elég nehéz megjeleníteni, de azért próbálkozunk. És vannak részei Werthernek, amikkel könnyen tudtam azonosulni, de a nagy részével nehezen, mert Werther is egy olyan figura, hogy ilyen egyedül a világ ellen, és hogy őt soha nem érti meg senki, és igazából ezen küzd egész életében, hogy csak legyen valaki, aki megérti őt, és nincs egyébként a történetben, és én ebben a tekintetben szerencsésebb vagyok, illetve ami nehéz volt nagyon, hogy én nem vagyok annyira lobbanékony, mint a Werther. Mert a Werthernek elég egy pici szikra, és egyből robban, jó vagy rossz irányba, egyből kiabál a barátaival, vagy egyből elkezd mesélni valamiről, amivel nagyon szenvedélyes, és én ennél sokkal visszafogottabb vagyok a civil életben, úgyhogy emiatt nehéz volt, de egy nagyon jó kihívás volt cserébe, mert mindig is, amikor még annó elindultam ezen a pályán, már akkor az apám mondta, hogy kíváncsi lesz, hogy én fogok-e tudni lobbanékony karaktereket játszani, mert hogy túl nyugodt vagyok. Ezt a nézők is eldönthetik, hiszen márciusban többször is színpadra viszik a Werther és a farkas című művet a Janus Egyetemi Színházban. Kertváros legtehetségesebb általános iskolásait kereste fel a Kerti Faktor. Az elődöntőre 22 műsorszámmal neveztek a versenyzők. A neves művészekből és közéleti személyekből álló zsűri 11 produkciót juttatott tovább a döntőbe. Az utolsó 12. fellépőről pedig a közönség szavazhat egy héten át.
zene, tánc, akrobatika, verselés, színjátszás és bűvészmutatványok kategóriákban hirdették meg Pécs legújabb tehetségkutatóját, a Kerti Faktort. Roxanne azon kevesek közé tartozik, akik vállalták, hogy egyedül, egy szál mikrofonnal a kezükben énektudásukat megmutatják. De megérte a bátorság, hiszen Roxannet a zsűri érdemesnek találta arra, hogy a döntőben is énekeljen. I'm losing my sleep, please come back now. Callum Scott-tal a You Are The Reason című számmal indultam, és azért gondoltam, hogy indulok, mert kiskorom óta nagyon szeretek énekelni, és ez az egyik legkedvesebb hobbi számomra. A kórustanárunk iskolánkból segített nekem, és kb. Egy hónapot készültem rá. Amikor megtudtuk, akkor kezdtem el. A hangtechnikámon és a hangképzésemen valószínűleg még sokat kell csiszolnom, illetve két új dallal kell majd készülnöm. A Kerti Faktorra legtöbben modern táncprodukcióval érkeztek, akár csak Erika és Lola. Roxannehoz hasonlóan ők is ott lesznek a döntőben. Mi nagyon régóta táncolunk, és a tánc az életünk, és ezáltal is szerettük megmutatni, hogy ezt szeretjük csinálni, és élvezzük is. Van egy másik tánc is, ami szerintünk egy döntőben jobban illik, meg hasonló. Hát igen, hasonló, és akkor ezért gondoltuk, hogy választunk egy másikat, de még van rá egy hetünk, úgyhogy még eldöntjük. Utolsóként mutatta be tánc koreográfiáját egy lánycsapat, akiket szintén újra szeretne látni a zsűri a 12-es döntőmezőnyében. Azért döntöttünk úgy, hogy ide jöjjünk, mivel alapvetően nem voltunk nagyon úgy együtt, összhangban, és gondoltuk, hogy így azért meg közelebb és szorosabb kapcsolatot teremtsünk a másikkal. És modern táncot adtunk elő. Egy teljesen másik stílusú tánccal fogunk készülni. A neves pécsi művészekből, közéleti szereplőkből álló zsűri összesen 11 produkciót engedett tovább az elődöntőről a fináléba. A döntő 12. résztvevőjéről egy héten át a közönség szavazhat. Igazából nem osztottuk fel a szerepeket, tehát nem volt zsűri elnök, és egyenrangú partnerként dolgoztunk, de megpróbáltunk talán arra figyelni, hogy mindig az értékeljen először, akinek a saját szakmájához a legközelebb állt a produkció. Mindenki nyert, amivel nyert Pécs, nyert a zsűri, nagyon sokat, nagyon sok szép élményt, de legfőképpen nyertek azok a gyerekek, akik eljöttek és megmutatták magukat, önmagukat tudták adni, meg tudták mutatni azt az utat, amin ők járni szeretnének. Nagyon sokan például saját produkcióval, saját dallal, saját számmal készültek, ezek külön örömek és külön élmények voltak számunkra, hogy megláttuk, hogy abban az életkorban annál az emberkénél mi az, ami éppen foglalkoztatja, mi az, ami éppen neki a legfontosabb. Nagyon komoly gondolatok is elhangzottak különböző produkciókban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes kezdeményezés, és nagyon őszintén remélem, hogy ez egy útnak az eleje, és ennek az útnak nagyon-nagyon messze lesz a vége. Nagyon szép produkciók, nagyon-nagyon-nagyon jó lelkek, nagyon jó hangulatok, nagyon jó aurák, nagyon szép pillanatok születtek. Én mindenkinek szívből gratulálok, és mondom, nagyon remélem, hogy innen csak előre tudunk menni, mert egy nagyon értékes kezdeményezés. És hát jövő héten meglátjuk, hogy hova lehetnék fejlődni. Nagyon régen volt már ilyen, amikor én pici voltam, fiatal, akkor én is ugyanígy a színpadon léptem fel, pontosabban többször is már egyébként. Aztán sok éven keresztül nem volt, hogy örülök, hogy most ismét van egy ilyen, és a fiatalok, a gyerekek meg tudják mutatni, mit tudnak. Nagyon örülök neki. Nagyon tetszett egyébként felhozatal, és hát reméljük, hogy döntőben is olyan produkció fog látni, amik tényleg tetszeni fog. Hogy mondjam, öröm volt ezeket a produkciókat nézni, és hát tényleg boldogság töltött az ember, hogy ennyi tehetséges fiatal van, és hát nagyon szívesen jövök a döntőre is nyilván. Egyrészt a mi gyerekkorunkban is volt, Joe-val nagyjából egy idős vagyok, egy kicsit fiatalabb nálam. Másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy nem csak az a fontos, hogy show műsort rendezzünk, mint amit ugye ezekben a tévékben látunk, lehet, hogy ez is jó valamire, a szórakoztatásra biztosan. Ennek a Kerti Faktornak az a célja, hogy minél több gyerek merítsen bátorságot, merje bemutatni azt, amit tud. Ha esetleg nem úgy sikerül a produkció, akkor majd jövőre egy másik műfajban elindul, vagy újra megpróbálja. A lényeg az, hogy legyen küzdelem, és épüljön benne az az egészséges önbizalom, amire szükséges lesz majd az életben. Mi nagyon fontos, hogy lesz közönségdíj is, úgyhogy arra kérek mindenkit, aki látja a műsort, hogy válasszon magának egy kedvencet, és szavazzon is rá. A döntőt március 12-én rendezik, melynek eredményéről következő adásunkban számolunk be. Keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars.
Ennyi volt már a Pécsi Kör kulturális magazin műsorunk. Friss adással legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!